Gyerekek, apának lenni jó minden körülmények között, ezt én mondom nektek, egy apa. Ráadásul két gyermekem van, egy gyönyörű kislány, egy gyönyörű fiú. Persze az apaságnak nagyon sok szép jó oldala van, tényleg gyönyörű, átfogó, megható, elirhatatlan, meg egy csomó olyan, amit nyilván nem akartál, de hát ez benne van a pakliban. De mégis miről szól egy apának maga az apaság, azt részemről, oldalamról, olvasatomban is elmondom majd. Most vasárnap 17-én a Marcibányi téri sportcentrumban, akinek van kedve meghallgatni, akinek van kedve hallgatni apás sztorikat, akkor jöjjön, jó? Ezt nem mondom, hogy apás szülés lesz, de apás ülés lesz. Úgyhogy gyertek oda, üljünk együtt és beszélgessünk az apaság jó oldaláról, csináljunk kedvet azoknak, akik még csak most lesznek apák, mert igenis, apának lenni jó. Találkozunk vasárnap a Marcibányi téren.